Kegyelem nektek, békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai istentiszteleten. Együtt vagyunk hálát adni, a mi Urunkat, Istenünket dicsérni, őt magasztalni, és együtt vagyunk, hogy őhozzá jöjjünk újra és újra, erőt, reménységet elkérni az előttünk levőkre, hétköznapokra, munkába, bárhova, ahol Isten állított bennünket. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg Te előtted, és megköszönjük ezt a mai délelőttöt, amikor találkozhatunk nem csak egymással, hanem veled is, a Te igéden keresztül. Arra kérünk Téged, hogy adj nekünk figyelmes szívet, Szent Lelked által adj nekünk értelmet, hogy megérthessük, befogadhassuk a Te számunkra elkészített evangéliumodat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek, és amely írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetében, a 23. és azt követő versekben. Az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztelt, el fogja veszteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efezusi Artemis! Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztakoszt, Pál utitársait egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt, de amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy két órán át, nagy az efezusi Artemis. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efezusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy istennő, Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki nem vitathatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennünket. Ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással.
Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, a törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt, nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva, feloszlatta a gyűlést. Most, hogy levettem a maszkot, az fogalmazódott meg bennem, hogy a szólás szabadsága, amikor nem csak beszélni lehet, hanem levegőt is venni akadály nélkül. Most mégis egy utazásra hívom a jelenlévőket, és ha nem lennének ezek a kiegészítők rajtunk, azt mondanám, maszkot fel, utazzatok. Messzire megyünk, egészen a kelet kapujába, az antik világ gyöngyszemét nézzük meg, amiről valaki így írt. Nagy volt ez a város, és csodás, nyüzsgő, lenyűgöző, káprázatos, kápráztató, bűnös pogány, magasra törő gazdagságával és mélyre bukott szellemiségével. Mivel egyszerre volt minden és semmi, ezerfelé ágazó hitével, nyugtalan szellemével alkalmassá vált a kegyelem csodájának bemutatására és elfogadására. Efézusba invitálom a hallgatóságot. Népek, hitek és vallások óriási olvasztó tégeje ez a város. Templomokkal, meg annyi emlékművel, kultikus szentélyekkel, és a világ hét csodájának egyikével, az Artemis templommal. Ebben a városban, ahol egyszerre van jelen a keleti hitvilág összes bűvája és mágusa, az északi népek furcsa, sötét, véres rituáléi, de ott vannak a zsinagógákban a törvény magyarázó és érvelő farizeusok is, és a János keresztségében részesült marokni tanítványsereg, ebben a városban találkozunk Pál apostollal. Pál apostol evangélium hirdetése, missziói útja és során, ahogy végigvettük már az apostolok cselekedeteinél keresztül, az eseményeket már meg sem lepődünk, hogyha valahol zavargás van, vagy kitör valami felfordulás, vagy egyszerűen annyira ellenszenvesé válik nekik Pál, hogy hatóság elé citálják, megveretik, börtönbe juttatják. Ezek már jelen vannak az ő róla szóló bizonyságtételekben, történetekben, és most is azt olvastuk, hogy nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt. A történet önmagában véve egy olyan történet, ami egy kicsit elgondolkodtatja, és lehet, hogy meg is hasonlít az ember közben, mert azt mondja, hogy hát történelmi emlékműveket megnézni egyáltalán nem baj, hazatérni egy szuvenírrel valahonnan egyáltalán nem baj. De nagyon vékony a határa ennek, hogy mikor és miből készítünk magunknak bálványokat, akár akaratlanul is. Ezért ez a mostani ige, a mai ige, három dologra hívja fel a figyelmünket. Az egyik pedig az, itt a zavargást illetően, hogy nem csak azon van áldás, ami zökkenőmentesen zajlik. Talán nem vagyok egyedül, ha elmondom, hogy én nagyon sokáig így éltem, így gondolkoztam, hogyha Isten vezetését kértem az életem egy-egy eseményére nézve, akkor meg voltam róla győződve, hogy na, ha ez úgy így, mint a kés a vajon szépen átcsúszik ez a történet, akkor nincs akadály, akkor fentről is zöldjelzést kaptam, akkor nincs probléma, nem kell semmivel sem megküzdeni. Akkor valóban Isten akarata lehet az, amit én célul tűztem ki magam elé. Aztán rájöttem arra, hogy a korlát az nem akadály, a stopptábla az nem hátráltatás, hanem életvédelem. A nemleges válasz az imádságainkra Istentől, az nem visszautasítás, nem nagyon sokszor türelembeintés, hogy most nem. Talán eljön az ideje annak is. Ráadásul ajándékom lett
a gyermekem bölcsessége is, aki legutóbb egy ilyen akadályokkal és küzdelmekkel teljes időszakban azt mondta, anya, amikor akadályokba ütközünk, az azért van, hogy Isten lássa, elég kitartóak vagyunk-e. Érdemes ezen elgondolkodni. Az apostolok Pál is szárnyaló hittel, hatalmas tűzzel a szívében, lendülettel indulhatott meg, és indulhatott mindig útnak azzal a céllal, hogy minél több ember megismerje Krisztus evangéliumát, az evangélium erejét. Számos csodát is átéltek az apostolok. Tudjuk jól, hogyha visszaemlékezzünk ezekre a történetekre. Ajtók és szívek nyíltak meg előttük, és valóban érezhették a Szentlélek mindent átformáló erejét, de teljesen nyilvánvaló volt számukra az, hogy nem lesz mindig akadálymentes az ő missziójuk, az ő feladatvégzésük, nem lesz könnyű munka, amibe belefogtak. Nem lesz könnyű, mert változással jár. És a változás az sosem könnyű. Mostán Szent Lelke munkálkodik, ott semmi nem marad a régi. Minden megbojdul, felkavarodik, talán zavargás tör ki, átformálódik, mert felbolygat bennünket, megmozdít, felfordulást okoz, mint amikor az ember lomtalanítani kezd. És hirtelen ott áll előttünk egy kupacban az életünk sok-sok tárgya, és dönteni kell, hogy mi marad és mi megy. Aki nem változik, az pedig megmerevedik az életében. Egy addig aránylag jól működő rendszer akadozni, kattogni kezd, nehézkessé válik, mert a változást előidéző lélek befolyásol. Befolyásolja egy város, egy közösség lakóit, ahogy itt Efézusban is. Befolyásolta még a város tisztviselőit is, hatással volt a városlakókra, a társadalmi, a vallási, a politikai, sőt a gazdasági életre is. Az alapjaiban megrendülni látszó rendszer védelmében pedig Demeter, az egyik ötvös emel szót. Azt mondta, hogy kit érdekelnek a kecskefejeket karóra tűző északi népek rituálii. Mit foglalkozunk mi a zsinagógába zárkózó farizeusokkal? Kit térít el, vagy kit téveszt meg a sok keleti varázslás, színes kavalkádja? Itt minden vallás érvényesülhet Efézusban. Artemis temploma köré épült, ez a város Artemis tisztelete köré, de persze ott van egy csomó más vallás is. Mi elfogadjuk egymást, nem üzzük ki egymást, mindenkinek helye van, mindenki úgy gyakorolja a hitét, ahogy csak szeretné. És hát persze, hogyha valaki eljön megnézni Artemis templomát, busás adományáért fejébe, kis ajándékkal térhet haza. Elüzleti esedett vallás, vallási turizmus, ugyan már uralkodók, kereskedők jönnek ebbe a városba. Az antik világ hét csodájának az egyikét akarják látni. Hát az a legkevesebb, hogy valamit nyújtunk az adományukért, az adakozásukért. És ez tartja életben a város. Jólétet biztosít a kereskedőknek. Az ötvösök munkája egy megbecsült munka. Békét teremt a városban, mert jólét van. Kinek van baja ezzel? És akkor odajön ez a Pál, akiről így beszélt Demeter, és a maga oldalára állítja az embereket, meg a városvezetőket is. Úgy gondolom, hogy nem titok ez senki előtt, hogy a legfájdalmasabb bemetszés mindig az ember pénztárcáján történik. Tehát arra úgy fel tud sziszteni az ember, hogyha hirtelen sok kiadása van, vagy meginog alatta a biztos egzisztenciája. Demeter is valószínűleg ettől riadt meg, de elővette a kultusz, a vallás identitás, a népünk eredete, gyökere, kártyát is, és ezzel megnyerte a hallgatóságot.
Lehet, hogyha csak arra utalt volna, hogy hát emberek, itt vagyunk mi ötvösök, és hát a kenyeret veszik ki a szánkból ezek az apostolok, hát tönkre fogunk menni, nem lesz munkánk, mit készítsünk ezüstből, ha itt az Artemis kultusz megáll. Lehet, hogy valaki erre azt mondta volna, hogy hát van örökségem, vagy van másodállásom, meg tudok élni, ez nem olyan nagy probléma. De maga a kultusz, a történelmünkre, az eredetünkre való visszautalás, arra, hogy arra utal, ugye, hogy Artemis egy égből lebottyant istennő, és hát a köré épül ennek a városnak az egész múltja. Ezt nagyon ügyesen alkalmazza a beszédében, biztos, ami biztos, eddig menteni kelleni menthető. Felbojdul a tömeg, eléri a célját, azonnal eléri a célját Demeter a beszédével. Elharapóznak az indulatok, és mintegy 25 ezer ember rázza az öklét a színházban, ahol összegyűltek. És ez a második pontja ennek az ige hirdetésünknek, hogy hit vagy hiedelem. Mi tölti be az életünket? Mi a fontos? Tudjuk jól, hogy ezt a zavargást és ezt az elharapózó indulat áradatot a színházban végül egy tisztviselő, a város jegyzője csillapítja le, felzódult tömegnek egy igencsak diplomatikus beszédet mondva, de józanságra inti őket, és azt mondja, hogy hát ha valóban hiszitek, hogy Artemis az, akinek ismeritek őt, és hogy ő az égből jött, és ő a legnagyobb istennő, akkor mit kiabáltok itt? Miért féltitek? Hát akkor ő valóban egy istennő, akkor nem embernek nem kell érte harcolni. Egyéb problémával, ha valaki megsért téged, vagy belenyúl a vagyonodba, vagy megkárosít téged, ott vannak a törvénykezési napok, tessék elmenni, és ott helyre tenni ezeket a dolgokat. Ez egy olyan történet, amit most olvastunk, amire úgy gondolom, hogy az első reakciónk talán az, hogy hát igen, ez egy elég primitív népség volt ott együtt, de végül győzött az igazság. Viszont ha mélyebben átgondoljuk, és a napjainkra tekintünk, akkor láthatóvá válik, hogy igenis a maga valóságában, ma is, napjainkban is, körbevesz bennünket ez a szinkretista gondolkodás. Ha nem elférünk itt egymás mellett. Annyira mindegy, hát egy Istenben hiszünk, és aztán jönnek hozzá az ideológiák és a mindenféle módszerek. Hát miért kell itt kardoskodni? Hát ember az is, hát viseljük el egymást így, ahogy vagyunk. De nagyon vékony a határ, testvéreim, nagyon vékony. Ebben nem is tudok úgy itt állni a testvérek előtt, hogy na, én most megmondom a tutit, és azzal megy haza mindenki. Mert ezt érdemes átgondolni. Hogy valóban mi az, amikor átbillenhet a hit egy hiszékenységbe. Az igaz, az élő hit egy babonás hitbe. Amikor elkezdünk tárgyakhoz ragaszkodni. Amikor elkezdünk személyekhez ragaszkodni. Amikor elkezdünk olyan dolgokat fontosnak tartani, amik már nem is Istenre mutatnak, csak nekünk van szükségünk rá, hogy átéljük ugyanazt a felfokozott érzelmi állapotot, azt a hangulatot, mint esetleg, amit a megtérésünkkor éltünk át. Tetszenek érteni, hogy mennyire vékony ez a határ, milyen könnyen át lehet billenni egyik oldalról a másikra. Átitatja egész életünket az adok-kapok elve, valamit valamiért. Szolgáltatás nyújtás cserébe valamiért, kis ideológiával nyakorítva, és már nem is olyan gonoszul hangzik ez az egész. Nagy reformátori mondásunk, alapkövünk, sola scriptura, egyedül a Szentírás. Egyedül a Szentírás az, ami számunkra utat mutathat. Nem kell hozzá különféle kis segédlet. Egyedül Jézus Krisztus az, akire tekintenünk kell, és az ő evangéliuma. Mit csináljunk? Ilyen világban élünk, az ember megbotlik, mondhatjuk erre. Van kiút ebből? Hát ebből a világból mégsem vonulhatunk ki. De van kiút ebből a helyzetből, van kiút ebből
a megtévesztett állapotból. Ez pedig nem más, mint az érett hit. És elérkeztünk a harmadik fontos ponthoz. Az érett hit. Az efézusiakhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Pál apostol írja, hogy a cél ugye eljutni Isten fia megismerésének egységére, Krisztus testének az építésére törekedni, a felnőtt korra eljutni, hogy ne legyünk olyanok, mint a gyermekek, akik ide-oda ingadoznak, hanem jussunk el a felnőtt korra a hitünkbe, vagyis arra a korra, amikor befejezett, célba ért emberek tudunk lenni. Eszembe jut az is, amikor arról van szó, hogy épüljetek fel lelki házzá. Amikor erre a gyülekezetre gondolok, és az épülő templomunkra, ezt nem tudom magunktól elválasztani. Ez járja át a gyülekezeti életünket. Épüljetek fel lelki házzá. Én nem lehetek, nem akarhatok az az ember, az a kő lenni ebben a lelki házban, amelyik azt mondja, hogy a pálya széléről bekiabálva, hogy fiúk, ez itt nem fog működni, nem fog összejönni, mert folyton hiányzik egy kő az épületből. És kiderül, hogy én vagyok az a kő. Érett hitre van szükség, hogy úgy tudjak állni abban a lelki hitben, hogy Jézus Krisztusra mutassak. Mi tehát a megoldás? Az érett hitre való törekvés. A hitnek is megvan a fejlődés lélektana, ezt nálam már sokkal okosabb emberek dolgozták ki és figyelték meg. Van a gyermeki hit, a serdülő hit, a felnőtt, de gyerekes hit, a felnőtt hit és az érett hit. Ezeken a fázisokon vagy állomásokon nem megy mindenki törvényszerűen keresztül, de ott van az életünkben. Csak röviden. A gyermeki hit milyen? Egy lelkipásztor írásait olvasva elmondta, hogy a gyermekeitől megkérdezte, hogy hát szerintetek milyen Isten? És akkor felnézett rá a kicsi lánya, és azt mondta, hogy apa, olyan, mint te vagy. Mert a kisgyermeknek az édesapjával, a szeretett személlyel függ össze. Isten olyan lehet, mint az a szülőm, aki szeret engem és gondoskodik rólam. Majd az én kicsi gyerekem volt olyan 3-4 éves, amikor így kérdezősködött Istenről, és megkérdeztem, hogy te hogy képzeled el őt? Mert megkérdeztem, hogy anya, milyen, hogy néz ki? És kérdeztem, te hogy képzeled el? És azt mondta, hogy jóságos, szakállas természetesen, kedves és hófehér a mosolygástól. Mert egy gyermekben ez az a menedéket nyújtó Atya Isten kép, amihez ragaszkodik. Aztán ott van a serdülő hit, amikor a kamasz gyermekünk, a serdülő mindenkivel szemben áll. És mindenki felelős mindenért. Isten is, meg a felnőttek is. És mindent megkérdőjelez, és szüksége van egy biztos pontra, addig faggat, amíg el nem jut egy ilyen biztos állításra, hogy azt a sajátjává tegye. Ott van a gyermekes hit, a gyerekes hit, amikor már felnőtt hit van, de elkezd ragaszkodni az ember a külsőségekhez. Ugyanaz legyen egy istentisztelet menete, ne bolygassuk meg, mert akkor már nem jó az egész. Ragaszkodik a lelkipásztor személyéhez, mert ha nem ő van ott, akkor az már nem olyan. Ragaszkodik olyan dolgokhoz, amelyek a körülményekre utalnak, jelképekre, rítusokhoz ragaszkodik, megreked egy ponton. Aztán ott van a felnőtt, és a felnőttként magunkra gondolunk, ezzel a legkönnyebb azonosulni. Nem vár mindent Istentől, eddigre felnőttek vagyunk, felelősek vagyunk saját magunkért. Mindent alátámaszt, utána jár, igyekszik magyarázatot találni a dolgokra, hogyha tud, de már elnéző tud lenni, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy az meg van írva, vagy ahogy azt elképzelte. És végül pedig ott van az érett hit. Tudja, hogy kiben hisz. Ez egy tudatos hit. Az efézusi színházban, emlékezzünk vissza a történetben, összegyűlt tömeg egy adott ponton összezavarodott, mert sokan azt se tudták, miért vannak ott. A kollektív hatás, ugye? A sodródás.
valahol történik valami, mi történik ott? Nem tudom, menjünk, nézzük meg, majd meglátjuk, megyünk, vissza tömeg magával. Hova megyünk? Nem tudom, majd megérkezünk. És mit csinálunk? Nem tudom, majd meglátjuk, de ennyi ember nem tévedhet. Az érett hit tudja, hova tart. Az érett hit tudja, hogy kiben hisz. Az érett hit tudja, hogy mi a cél. Nem tévedhetetlen, nem bűntelen az érett hitű ember. Elesik, megbotlik, megcsúszik, de tudja, hogy kibe kell kapaszkodni ahhoz, hogy fel tudjon állni. Világos előtte a cél, nem ő az, aki megmond valamit, és az biztos, hogy úgy van, de tudja, hogy kire kell tekinteni. Az érett hit nem tagadja azt a sok-sok tragédiát, drámát, ami ebben a világban körülöttünk történik. Nem azt mondjuk, ó, ugyan már, hát ezekkel nem kell foglalkozni, nincs itt nekünk örökkévaló otthonunk, a cél az a mennyei otthon. Nem bagatellizálja el a körülötte történő dolgokat, nem dugja homokba a fejét, de tud hinni abban, hogy mindennel, ezekkel a dolgokkal is Isten van jelen az ő szeretett tervével az ember életében. És az ember ennek a tervnek nem egy tétlen szemlélője, hanem a részese, az aktív részese. Tudja, hiszi, hogy sokkal nagyobb jelentősége, amit Isten tesz, mint annak, amit az ember elvégezhet. De ez nem teszi passzívvá. Nem dől hátra, és nem mondja azt, hogy akkor utána már vízezőn, úgyse szólhatok bele, mindig az történik, amit a fennvaló akar. Az érett hit túllát a körülményeken, túllát a zavargásokon, és ismeri, hogy milyen kegyelemben részesült Jézus Krisztus által. És ki tudja mondani azt, amit Lökösi Vandi bácsi olyan szépen megfogalmazott, nem mindig tudom, mi miért történik, de hiszek abban, aki mindezt tudja. Amen. Gyertek, helyünk meg maradva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor megállunk Te előtted, akkor mindig arra vágyunk, hogy a lelkünket átjárja egy mérhetetlen megnyugvás, csend, hiszen zajos háttérrel rendelkezünk. Zajlik körülöttünk az élet. Ez a világ sokszor olyan, mint az ókori Efézus, minden zsong és zsibong körülöttünk. És ilyenkor megvalljuk, hogy sokszor nehéz rád figyelni. Köszönjük neked azt, Istenünk, hogy Te ennek ellenére nem vonsz ki bennünket ebből a világból, hanem benne tartasz meg minket, a Te nagy neved dicsőségére. Bocsásd meg, hogyha sokszor méltatlannak bizonyulunk arra, hogy az életünkkel rád mutassunk, hiszen mindannyiunknak megvannak a maga küzdelmei, próbatételei, de köszönjük azt, hogy ma is megerősítettél minket abban, hogy részesültünk a kegyelem csodájában, amikor Jézus Krisztust megváltónkká fogadtuk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Te szólsz hozzánk a Te ígéden keresztül. Arra kérünk, hogy tégy bennünket érett hitű emberekké, hogy soha ne tévesszük szem elől a célt. Soha ne tévesszük szem elől azt, hogy mi kiben hiszünk, kiért vagyunk itt, ki az, akiért élünk és vagyunk. Könyörgünk hozzád, Istenünk, a gyülekezetünkért, különösen ezekben az ember próbáló napokban, amikor számos olyan hír jut el hozzánk, ami talán megrettent, bizonytalanná tesz. Minden benne van a Te szeretett tervedben, Istenünk. Beléd kapaszkodva hiszünk ebben. Kérünk Téged a családtagjainkért, szeretteinkért, közel és távol, a határokon túl. Kérünk Téged a gyermekeinkért,
Add, hogy tudjunk példát mutatni nekik az életünkkel. Legyen a te áldásod a napunk további részén, találkozásainkon, beszélgetéseinken. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten végtelen szeretete és a Szentlélek Isten ereje maradjon most és mindörökké velünk. Amen. Amen. Áldás békesség. Köszönjünk el egymástól, ahogy a körülményeink engedik, legyen áldott vasárnapja mindenkinek.